Átadták a Csengeri tanúszodát. A 442 millió forintból épült létesítmény ünnepélyes avatásán több a települést érintő beruházást is bejelentett Orbán Viktor miniszterelnök. A jövőről tárgyaltak. A gasztronómia és az élelmiszeripar lehet az olasz-magyar gazdasági kapcsolatok alapja, hangzott el a megyei Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi üzletember találkozóján. Generációk Egyeteme újabb három korosztály képviselőit érintő képzési programot indít a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. Magyarországnak erős, egészséges, harcos és elkötelezett fiatalságra van szüksége, a sport pedig a fiatalok nevelésének legalkalmasabb eszköze, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Csengeri járási tanúszoda ünnepélyes avatásán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A létesítmény a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 442 millió forintból épült meg. A kormányfő Csengeri látogatásán több beruházást is bejelentett, például 650 millió forintból fejlesztik a helyi ipari parkot. Új buszpályaudvar épül, illetve elkezdik tervezni a négysávosra bővítendő 49-es főút Csengeri szakaszát is. A magyar fiatalok és az egészséges életmódra nevelésük Magyarország első számú nemzeti ügye. Az országnak ezért erős, egészséges, harcos és elkötelezett fiatalságra van szüksége, mondta Orbán Viktor Csengerben. A Makovec Imre építész munkássága előtt látványos bejárattal tisztelgő egyszintes tanúszoda avatásán a miniszterelnök hozzátette, a kormány minden járás központjában tornatermet, sportcsarnokot és uszodákat létesít. Az uszoda, amit most át fogunk adni, az első fecske. Első fecske abból a 24-ből, amelyet július végéig fogunk átadni. Azt a döntést hozta a magyar kormány, hogy minden járásközpontban, legalább minden járásközpontban kell lennie egy olyan uszodának, amely részben kiszolgálja az itt élőket, másfelől pedig kiszolgálja a fiatalok nevelését és oktatását és testedzését. A miniszterelnök elmondta, a kormány nem feledkezett meg a vidéki területekről, így a Csengeri térségről sem. Hozzátette, a városban több fejlesztést is elindítanak. 650 millió forintból fejlesztik és bővítik az ipari parkot, valamint új buszpályaudvar is épül. A mostani határ másik oldalán lévő vetési ipari parkot azt össze kellene kötni az önök városával. A határig vezető utat biztosan meg fogjuk építeni, és egyezkedésbe kezdünk a román kormánnyal, hogy ott egy határmetszési pontot hozzunk létre. És végezetül megállapodtunk abban, hogy miután nemrégen járhattam Szatmárnémetiben, és ott a polgármester úrral, az ottanival kezet ráztunk a tekintetben, hogy a M49-es utat négysávosítani fogjuk, és Szatmárnémetig elvisszük a négysávos közúti rendszert. Ennek az ide első részét hamarosan tervezni kezdjük, és látni fogják, hogy meg is építjük. Csenger polgármestere beszédében hangsúlyozta, ma egy álom vált valóra, amelyet a térségben élők csak nem 4 évtizede vártak. Itt állunk egy gyönyörű épület előtt, egy olyan épület előtt, ami a 21. századnak megfelelően a legmodernebb technológiával készült el, de ami még ennél is fontosabb, itt ebben a gyönyörű szatmári kisvárosban, Makovec városában. Az átadás után a helyi gyerekek azonnal birtokba vették a tanúszodát. Nem okozott jelentősebb károkat a szerdán átvonuló vihar Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, főként vízeltávolításokhoz kérték a tűzoltók segítségét. Kállóseményben a több helyen hirtelen lezúduló esővíz okozott gondokat. A település több utcájában lakóházak pincéjébe tört be a víz, ami az ott lévő értékeket veszélyeztette. Így a Kossuth, Rákóczi és Toldi utcákban kellett a helyi önkéntes és a nyírbátori, valamint a nyíregyházi hivatásos tűzoltóknak beavatkozniuk motoros szivattyúk segítségével. De Nyíregyházán, a Medgyes utca egyik lakóházánál is hasonló esemény adott feladatot a tűzoltóknak. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. A gasztronómia és az élelmiszeripar lehet az olasz-magyar gazdasági kapcsolatok alapja, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi üzletember találkozóján. A tapasztalatcsere és a külföldi partnerek fellendíthetik a hazai cégeket, ezért is lenne fontos a nyitás. A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara alelnöke szerint hazánk gazdasági fejlődése ösztönözheti az olasz partnereket. A
Az elmúlt időszakban egyre jobbak a magyar-olasz kapcsolatok, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara nemzetközi üzletember találkozóján. A következő időszakban azon dolgoznak majd az üzleti partnerekkel, hogy ezt még szorosabbra fűzzék. Ennek érdekében júniusban közös programot is szervez a helyi kamara a magyarországi olasz kereskedelmi kamarával. Úgy gondolom, hogy vannak olyan termékeink, olyan szolgáltatásaink, amiket tudunk ajánlani az olasz partnereknek, hiszen megyében sok olyan specialitás van, amihez, hogyha hozzájutnak az olasz partnerek, az biztos számukra egy kuriózum lehet. Illetve én úgy gondolom, hogy a mi partnereink is szívesen kimennek Olaszországba, és olyan termékeket, szolgáltatásokat igénybe vesznek, ami számukra kedvező. Itt ugye a megyében elmondhatom, hogy a pálinka, az élelmiszeripar és az egyéb termékeknek a bemutatása az nagyon fontos lehet. A partnerség azért is lenne fontos, mert a külföldi tapasztalatcsere fellendítheti az üzleti életet, de kapcsolatépítés szempontjából is lényeges. A gazdasági fejlődés jelentős hazánkban, véli a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara alelnöke. A kamaránk legnagyobb ambíciója, hogy a két ország közötti kereskedelem fontossága a jelenlegi 5. helyről a 3. helyre kerüljön. Az elmúlt időszakban sikerült Olaszországnak jobban megismerni Magyarországot, az olasz cégeket nem csak a gazdasági fejlődés motiválja, hanem a jogi körülmények és a több más kedvező feltétel is. A találkozón az is elhangzott, korábban a kommunikáció hiányzott a két ország között, de most már az is gördülékenyen működik, a közigazgatási szervek is mind ezen dolgoznak. Újabb képzési programot indít a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. Az egyelőre nem akkreditált program tanulási és művelődési lehetőséget nyújt majd az érdeklődőknek. A Generációk Egyeteme 2017. szeptemberében indul, és egyfajta ötvözetét nyújtja a Szépkorúak Akadémiájának, a felnőtt oktatási képzésnek és a reguláris egyetemi oktatásnak. Így 3 generáció képviselői, fiatalok, középkorúak és idősek is jelentkezhetnek az előadásokra. Nem csak egészségügyi témák lesznek a szeptemberben induló Generációk Egyetemén, ígérte a program beharangozó sajtótájékoztatóján a Debreceni Egyetem egészségügyi karának dékánja. Semsei Imre elmondta, hobbi témák is lesznek, például a horgászat témakörében is várhatóak majd előadások. A Generációk Egyetemére a tervek szerint nyáron jelentkezhetnek majd a fiatalok, középkorúak és idősek egyaránt. Az előadások a középiskolásoknak még segítséget is jelenthetnek később tanulmányaikhoz. Szeretnénk számukra olyan kurzusokat felajánlani, amelyeknek az elvégzése után ezeket az ismereteket tudnák kamatoztatni abban az esetben, hogyha a karunkra iratkoznának be. Tehát az elvégzett kurzusokat már eleve valamilyen fajta formában kreditként elismerhetnék nekik, akkor, amikor már a karunkra járnak. Az egyelőre nem akkreditált program tanulási és művelődési lehetőséget nyújt majd az érdeklődőknek. A meghirdetett témakörökben neves egyetemi előadók tartanak 5-5 előadást a lehető legszélesebb tematikai struktúrában. Hosszabbított nyitvatartással várja ügyfeleit a NAV, tájékoztatta televíziónkat a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóságának sajtóreferense. Magyar Norbert kiemelte, május 22-e a személyi jövedelemadó bevallások benyújtásának határideje. A megnövekedett ügyfélforgalomra tekintettel már most hosszabbított nyitvatartással állnak az adózók rendelkezésére a NAV központi ügyfélszolgálatai. Megyénkben egyébként mintegy 250 ezer bevallási tervezetet készített el a NAV. Május 2-től május 22-ig, tehát a bevallás beadásának a határidejéig hosszabbított nyitvatartással állunk az ügyfelek rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig, hétfőtől csütörtökig várjuk az ügyfeleket. A rendes ügyfélfogadási időn túl egyébként csak SZIA beadására, illetve annak a tervezetnek az ellenőrzésére van lehetőségük az ügyfeleknek, amelyeket korábban vagy kipostáztunk, vagy pedig az ügyfélkapun keresztül megtekintettek az ügyfelek. Illetve pénteken pedig 8 óra 30-tól 11 óra 30-ig várjuk az ügyfeleket, kivéve május 19-én, amikor a pénteki nyitvatartásunk is egészen 6 óráig fog tartani.
A Szocialista Párt választási programjában a munkavállalók oldalára áll, jelentette ki Halmi József, a párt megyei alelnöke nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Véleményük szerint csökkenteni kell a vagyoni különbségeket úgy, hogy a magasabb keresetűek több adót, a gazdagok pedig külön adót fizessenek, hangzott el. Az MSZP megszüntetné az azonos beosztásban és végzettséggel rendelkező nők és férfiak közötti bérkülönbségeket is. Halmi József elmondta, azért, hogy legyenek kiszámíthatóak a munkából élők és a nyugdíjasok mindennapjai, az MSZP fontosnak tartaná a megélhetési minimum bevezetését. Ma 28.500 forint a minimál nyugdíj, nagyon sok nyugdíjas ennél, vagy egy kicsivel többet kap. Szociális ellátást ehhez van igazítva, tehát ez nem igazságos, és ebből tényleg nem lehet megélni. És vannak olyan szegénységek, amit úgy mondnak, hogy minimálbéres szegénység. Nem kiszámítható ma egy munkavállalónak a bére, ezért kell egy minimumot meghatározni, ami biztonságot ad akár egy nyugdíjasnak, akár egy munkavállalónak. Jelentős anyagi kárral járó baleset történt szerda este Ramocsaháza és Székely között. Egy utánfutóval közlekedő személygépkocsi egy kanyarban megcsúszott, az oldalára fordult, miközben egy fát is kidöntött. A gépkocsi vezetője és utasa karcolásokkal megúszta a balesetet. A műszaki mentésben a tűzoltók segítettek. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. 37 sikeres szervátültetést végeztek tavaly a Józsa András Oktatókórházban, ezzel már 5. alkalommal érdemelte ki az intézmény az Életet ajándékozó kórház címet. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. 7. tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Az MB2 33. fordulójában lejátszott mérkőzésen Révész Attila együttese 2-0-ra verte a Siófokot, és továbbra is a feljutást jelentő 2. helyen áll a tabellán. 5 fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet a Balkány alapdarúgó megyei első osztályban. Mirgai László együttese hazai pályán 4-2-re vert a Rakamaszt, és 17 pontos, már behozhatatlan előnnyel vezet a 2. helyen álló Nagyecsed előtt. Ezzel már 5. alkalommal érdemelte ki az intézmény az Életet ajándékozó kórház címet. 2016-ban országosan összesen 550 életmentő szervadományozás történt hazánkban. Kevesen tudják, de a gyerekeken kívül Magyarországon mindenki szervdonor, ha csak nem nyilatkozik ennek ellenkezőjéről. Életet ajándékozó kórház címet kapott a Józsa András Oktatókórház. Tavaly 11 agyhalott betegen 38 szervvel távolító műtétet végeztek Nyíregyházán. A kórházak közül melyik az az intézmény, amelyik az előző évhez képest meg tudta emelni tulajdonképpen a donációknak a számát, a szervadományozásnak a számát. Ez azt jelenti, hogy a Nyíregyházi Megyei Kórház, Józsa András Kórházunk 7-tel több szerv átültetése alkalmas donort adott ugye az Eurotransplantnak. Ez a 2. legtöbb egyébként növekedést az országban, az elsőt a Honvéd Kórház, érthető módon a Honvéd Kórházban történt a legtöbb, utána következett a Nyíregyházi Megyei Kórház. Nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon örülünk neki, ezt már egyébként 5. alkalommal nyert el az intézményünk. Az orvosok célja minden esetben a betegek életben tartása. Az agyhalál megállapítása egy nagyon hosszú folyamat. Ez számtalan szakmai vizsgálat előzi meg. Végül egy 3 fős bizottság dönt. A beteg halálának is az a pillanat az időpontja. Ekkor befejezik a beteg mesterséges életben tartását. Az emberi testben egy páros szer van, amit felhasználhatnak, ez a vese. De ha lehetséges, kiveszik a tüdőt, a szívet, a májat és a hasnyálmirigyet is. Fontos azonban, hogy Magyarországon csak magyar állampolgárok szerveit vehetik ki az orvosok. Hazánkban a jogszabály szerint a gyerekeken kívül mindenki szervdonor. Minden felnőtt magyar állampolgár élete során tehet tiltakozó nyilatkozatot szerv szövetkivétellel kapcsolatban, közokiratban vagy magánokiratban. Ezt a tiltakozó nyilatkozatot ő természetesen magánál tarthatja, a többi dokumentumával együtt, és illetve regisztrálhatja az országos transzplantációs nyilvántartást, amely speciális erre hivatott központ, ahol ezeket a tiltakozó nyilatkozatokat egy hozzájáruló írásos nyilatkozatot követően nyilvántartásba veszik.
Amikor egy beteg agyhalottá válik, akkor a kórház minden esetben felhívja az országos transzplantációs nyilvántartást és lekérdezik a páciens adatait, aki akár 5 ember életét is megmentheti szervdonorként. Hetedik tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Az MB2 33. fordulójában lejátszott mérkőzésen Révész Attila együttesek 2-0-ra verte a Siófokot, és továbbra is a feljutást jelentő második helyen áll a tabellán. Jól kezdte a meccset a hazai csapat, már a 6. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda. Egy szöglet utáni kavarodást követően a földön fekvő siófoki játékos kézzel ért a labdához, a játékvezető pedig 11-est ítélt. A büntetőt Gosztonyi magabiztosan lőtte a kapu jobb oldalába. A 35. percben megduplázta előnyét a házigazda, Cseri végzettre szögletet a bal oldalról, a rövid sarokra lőtt labdát pedig Lukács fejelte a kapuba. A második félidőben magabiztosan őrizte előnyét a Kisvárda, a 89. percben Ivancsics bravúrral védte Szvitkovics szabadrugását, így maradt a 2-0, amivel Révész Attila együttese 7. tavaszi hazai meccsét is megnyerte. Hasonlóan kezdtünk, mint legutóbb, most is nagyon frissek és célra törőek voltak a támadóink. Nagyon nagy nyomásra éreztünk időnként az ellenfélre. Nagyon gyors támadásokat vezettünk el, azt gondolom, most nagyon jó ritmusa volt a játékunknak, köszönhető annak, hogy a pályák minősége azért most már futballra alkalmas. Ugye az első mérkőzéseken ezt nem mondhattuk el. És hát jött is a korai gól, amit már az utóbbi időben megszoktunk. Majd ezt követően már kedvünkre játszhattunk, a gyors embereinket tudtuk kamatoztatni. Akik legutóbb nem játszottak, vagy kevesebbet játszottak, azok a frissességüket meg tudták mutatni. Úgyhogy most a keretünk nyert, én úgy gondolom, hogy megérdemeltem. Második fél időben a szokásos ráülős, kivárós, kontrázós futballunkat mutattuk be. Sajnálom, hogy ekkor nem szereztünk még gólokat, mert több olyan ígéretes támadásunk volt, amelyet be kellett volna zárnunk. A vendégek edzője Disztul László szerint csapata nem játszott rosszul, a kisvárdai kapura azonban nem tudtak igazán veszélyt jelenteni a siófokiak. Bátran és támadólag akartunk fellépni, azonban az elején látszott is, hogy próbáltuk letámadni őket, próbáltuk megzavarni az ellenfél labdakihozatalát. Úgy érzem, hogy nagyon könnyű 11-es volt, hiszen egy kavarodásból, most egy szöglet utáni kavarodásból teljesen semmi szándékos enkezelés volt valakinek lápaton a kezére, azon miért nem szoktak befújni. Megkönnyítette ez a Kisvárdának a dolgát, igaz, hiszen a 6. percben nyugodtan játszottak, előnybe kerültek, ami minket egy kicsit megzavart. Pontatlanok voltunk a játékunkon, előrefelé nem tudtuk elő megtartani kellően a labdákat. A második gól az újra egy pontrugásból volt, tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen akcióból mi se kaptunk gólt, tehát ez mutatja, hogy stabil a védekezésünk, hátul azért szervezettek vagyunk. A kisvárdaiak csapatkapitánya Lukács Bertucci 3. gólját szerezte a szezonban, úgy, hogy mindhárom találat Cseri Tamás passzát követően született. Igazából az első leges feladat az volt, hogy zárást csinálok a társamnak, de már a 3. szöglet után már látta, hogy mindig oda megy a labda, és akkor mondom, hát ha ott megyek, és akkor tudok befejezni, és sikerült, hála Istennek. A forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia Nyíregyháza Spartakusz 3-1, Kozár Misleny Balmazújváros 1-3, Budaörst Szegléd 1-0, a Sorosság Rosics Akadémia mérkőzés a vihar miatt félbeszakadt, Szegedvác 0-0, Cigánd Csákvár 1-1, Szolnok Dorog 2-4, Sopron Mosonmagyaróvár 1-1 és Békés Csaba Zalaegerszeg 0-2. A tabella élén a Puskás Akadémia áll 69 ponttal, megelőzve a 62 pontos Kisvárdát, amely vasárnap Nyíregyházán lép pályára. 5 fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet a Balkány alabdarúgó megyei első osztályban. Mirgai László együttese hazai pályán 4-2-re verte a Rakamaszt, és 17 pontos, már behozhatatlan előnnyel vezet a második helyen álló Nagyecsed előtt. A megyei első osztályú bajnokság 25. fordulójában matematikailag is biztossá vált az, amit már hetek óta tudni lehetett, a Balkány megszerezte a bajnoki címet. Mirgai László együttese 4-2-re verte a Rakamaszt, ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a tabellán. Másik 4 mérkőzésen is hazai siker született, a Nyírgyulaj 2-1-re nyert a Tuzsér ellen, a Máté Szalka a Tiszavasvárit múlta felül 2-0-ra, a Vásárosnamény a Gyulaházát ütötte ki 6-1-re, a Baktalórendháza pedig a Nagy
halásznál bizonyult jobbnak 4-1-re. Két találkozó, az Ibrány Mándok és a Sényű Nagyecsed összecsapás is 1-0-ás vendégsikerre zárult. A tabella élén a Balkányál 59 ponttal, megelőzve a 42 pontos Nagyecsedet, a 38 pontos Nyírgyulajt és a 36 pontos Tiszavasvárit. A tabella hátsó régiójában a Vásárosnaménynak, a Tuzsérnak, a Mándoknak és a Máté Szalkának egyaránt 26 pontja van. Őket követi a 22 pontos Ibrány, a Sort pedig a 15 pontos Gyulaháza zárja. A 26. forduló párosítása a következő: Tiszavasvári Sényű, Tuzsér Ibrány, Mándok Máté Szalka, Nagyecsed Baktalórendháza, Gyulaháza Fehérgyarmat, Rakamaz Nyírgyulaj és Nagyhalász Vásárosnamény. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Magyarországnak erős, egészséges, harcos és elkötelezett fiatalságra van szüksége, a sport pedig a fiatalok nevelésének legalkalmasabb eszköze, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Csengeri járási tanúszoda ünnepélyes avatásán. A létesítmény a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 442 millió forintból épült meg. A kormányfő Csengeri látogatásán több beruházást is bejelentett, például 650 millió forintból fejlesztik a helyi ipari parkot, új buszpályaudvar épül, illetve elkezdik tervezni a négysávosra bővítendő 49-es főút Csengeri szakaszát is. A gasztronómia és az élelmiszeripar lehet az olasz-magyar gazdasági kapcsolatok alapja, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi üzletember találkozóján. A tapasztalatcsere és a külföldi partnerek fellendíthetik a hazai cégeket, ezért is lenne fontos a nyitás. A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara alelnöke szerint hazánk gazdasági fejlődése ösztönözheti az olasz partnereket. Újabb képzési programot indít a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. Az egyelőre nem akkreditált program tanulási és művelődési lehetőséget nyújt majd az érdeklődőknek. A Generációk Egyeteme 2017. szeptemberében indul, és egyfajta ötvözetét nyújtja a Szépkorúak Akadémiájának, a felnőtt oktatási képzésnek és a reguláris egyetemi oktatásnak. Így három generáció képviselői, fiatalok, középkorúak és idősek is jelentkezhetnek az előadásokra. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 4-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Hazánk időjárását meleg, nedves, labilis rétegződésű légtömeg alakítja, záporok, zivatarok várhatóak éjszaka is. A délnyugati szél néhol megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek, reggel általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés is várható, főleg délután várható záporeső, zivatar. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szombaton még folytatódik a változékony tavaszi időjárás, a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett gyakran megnövekszik a felhőzet és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. Vasárnap egy hullámzó frontrendszer éri el hazánkat, ami kiadósabb esőket, záporokat hozhat, hétfőn azonban átvonul felettünk. A front nyomában jövő hét elején jelentősen visszaesik a hőmérséklet, éjszaka néhol fagyra is számíthatunk, és 7-8 fokkal visszaesik a nappali felmelegedés mértéke is, a hét második felében ismét melegszik az idő.